Somogy megyei gyermek és ifjúsági néptánc fesztiválon, mely immár 31. alkalommal kerül megrendezésre, Együd Árpád néprajzkutató, koreográfus emlékére. A verseny utolsó része a siófoki forduló, Kaposváron és Nagyapádon már értékelték a csoportokat. Köszönet a Kálmán Imre Kulturális Központnak, hogy helyet ad ennek a rangos eseménynek. A versenyen bemutatkozó csoportok két kategóriában és három korosztályban mutathatják be koreográfiáikat. A művészeti iskolák és az egyéb fenntartású csoportok alsós, felsős és középiskolás korosztályainak munkáját értékeli a zsűri arany, ezüst és bronz minősítéssel. Engedjék meg, hogy bemutassam és köszöntsem a zsűrit. Strack Orsolya, néptánc pedagógus, a népművészet ifjú mestere, örökös aranygyöngyös táncos. Sipos Ferenc, néptánc pedagógus, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnökségi tagja. Nyemcsok Pál, néptánc pedagógus, a 2015-ös Gyermek Fölszállott Apáva csoportkategóriás győztesének pedagógusa. Gálber Attila, a Misina Tánc Együttes és Táncszínház művészeti vezetője, koreográfus. A verseny első részében Siófok környéki és kicsit távolabbi helyen tevékenykedő iskolák és csoportok mutatkoznak be. A második rész 18 órakor kezdődik, melyekben a siófoki Vakbottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csoportjainak vizsga előadása is. És akkor kezdődjék a verseny. Elsőként a Gönczi Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Parapád csoportja lép színpadra Kőröshegyről. Várszegi Balázs, Süket Magas Sóbor, játék és ugrós. Művészeti vezető Várszegi Balázs, közreműködik a Tilinkó zenekar, zenekarvezető Knejfel György. Thank you.
legnehezebb, köti a földre, legtöbb, fordulj egyet.